Circuit, az is jó. Rövid, de technikás. Annyira nem technikás. Hát nem egy Hungaroring azért. Ha engem kérdezel. Na jó, azzal az 1-10-el csak bejutok már a izébe. 1-10-3-mal. A Q2-be. Mondjuk mindenki 1-10-et jön. Az mondjuk vad. Tehát az első 9 az 1-10. Mindenki. Dulci. Tehát a 1-0-9-en lehetne igazából jót menni? Vagy nagyot szakítani? Vagy nagyot menni? Box, box. Plan Z, plan Z. Az a zivatar. Jó, ott van az. Gyűn az eső, gyerekek, gyűn az eső. Esőbe olyat megyek, hogy mit nekem eső, hagyjad már magadat. Szia, Mr. Dragon! Hello, hello! Még nem esik. Valahogy időmérén mindig a Ricardóval kerülünk össze. Yes, you've just put in the fastest lap. Jó napot kívánok, én vagyok az. Good job. Szia, Kovilil. Hello, hello. És zivatar, jöhet. Sajnos eszembe jutott, hogy van tiramisus fagyim, meg kókuszos csokis is. Ez a gyerek, ez ide jár engem megőrjíteni. Gyere már ide. Hát ilyen. Megbolondulom. Oké. Okay. Na és akkor most viszont már esik az eső. Harmadjára kapom, éhes vagy, vagy mi? De hát mit itt jössz a fagyival, meg mindenfélével? Jó, jó, aha, very wet, yes, yes, it's very wet, my friends. Jesus. Alig esik, miről van szó? Hűha! Jó, nem látok főnök. A kérdésre válaszolva, igen, ez egy Jonas a pálya. Csak megérkezett az ivatar, szó szerint. Plan Z, plan Z. Amúgy a vízfelverődést azt nem csinálták meg a játékba. Shame. Okay.
mögöttünk semmi víz felverődést nem csinálunk. De mondjuk kanyarodni sem nagyon tudunk. Aranyos ez a nyugdíjas tempó az előzőekhez képest. Megyünk még egyet azért. Már egyelőre első helyen vagyok. Na ne hazudj már, hogy lett az piros, zöld, zöldülj! Mocsok szemét vagy az! Utolsó kanyarba csesztem el. Na jó. VB-re van-e még esély? Hát, szia Szami, amúgy a fene se tudja. Harmadik helyen vagyunk, 20 pont hátránnyal. Szóval matematikailag bármi megtörténhet. With conditions as they are, I'd suggest you take a set of full wets. Azon vagyunk. Nyugodj meg. 1.21. Megpróbáljuk. Nem megyek még egyet. Sőt, ne is nézz, ne nézz oda. Ne nézz oda, azt nézz, nézz meg, hogy hogy nyomja. Júj. I'd take a set of intermediates in these unpredictable conditions. Csepereg az eső című számot kérnék szépen. It's time to remind ourselves once again of our top three. Verstappen, Leclerc and Martin. Azok előztek meg, akiket nekem kéne megelőzni ahhoz, hogy esélyünk legyen bármire is. Nem baj, ez egy gyors pálya. Mondanám, hogy hosszú az egyenes. A versenyen, illetve a sprinten nem fog esni az eső. Most lesz még egy praktice, Beatrice után szabadon. Úgy, azt lenyomjuk a praktícét. Amikor Martinék futamba indulnak, az istenek szeméből könnyek, örömkönnyek hullan. Micsoda megfogalmazás. Strategy. Good strategy. Give me some point. Jó. Jó. It's over. It's over. Jöjjön a sprint. Sprint.
Oké, okay. Tehát azt mondtuk, hogy 6 kör, sprint. Nincsen eső. Abban a pillanatban. Let's go. Ezt meg kéne nyerni. Ezt valahogy meg kéne nyerni, gyerekek. Hú. Kibírja azt a 6 kört. De jó, már lemegyek a pályáról. Jobbot tésztel, hello, hello. Elrontottam. Majdnem. Igen, kicsit túlmentünk, de most Istenem. Az igen, Hamilton bácsi. Viszlát! Kicsit szélesebbre vettük a bulit. Legalább Leclerc megelőzte, az jó. Mint hogy Verstappen. Ez a helyzet, hogy nekem meg mindkettőjüket meg kéne előznem. Visszafűzött a fiú. Ezt most vissza fogom pörgetni, ott beakadtam a szélibe. Kéne próbálni itt.
végül is. Na Leclerc. Most kell vinyogni a rádióba, hogy I could be faster than him. Ugye? Ez a szokás manapság. Sokszor azt érzem, hogy vinyogó kisgyerekek vannak az aszfaltcsíkon, nem férfiak, bazzek. De tényleg. Gyorsan tudnék lenni nála. Engedjetek előre. Ezt nyomja az összes. Vagy mész, vagy akkor taliga lesz. Szia Domika, hello, hello. Francsma. Van egy olyan sem legyenom, hogy ezt a Leclerc gyereket nem fogom tudni megelőzni. Teljes agyament, amit művelek. Szia Kat! Hello, hello! Hogy kicsit oda kell koncentrálnom, mert itt van ez a Verstappen nevezetű. Barátom. Anyádat üdvözlöm, normális vagy esetlegesen? Lehet tudni? Baromarcú idióta. De tényleg.
van, gyerekek, izgi. De megöltem amúgy a kerekeket is. Jó, most viszont egész jól tudtam kigyorsítani. Jó, Leclerc fogja nyerni, ez már biztos. És második helyre fogunk bejönni. Nem hagyom Verstappen gyereket itt. Oh, bocsánat. Hú. Én lettem a driver of the day. Hát mondjuk, hogy mire, azt nem tudom. Mire hármat számolok maximum. Jesus. Jó, Ferrari 1-2, csak az a baj, hogy Leclerc ezzel megy tovább. Verstappen a második helyet fogjuk tudni talán megcsípni. Meglátjuk, meglátjuk. Jön a verseny. Jön a verseny ezen az őrült pályán. Mert ez őrült. Feltartottad meg, szett egyelő driver of the day. Így van, sőt, amúgy kaptam egy elnöki dicséretet is. 18 kör? Te hülye vagy? Hát nem érek rá egész este. Még van még egy verseny. Hát ott mennyit menjek? 30-at? Atya Isten. Vagy mégis. It's time to see how our drivers are stacked. Második helyről fogunk indulni. Az jó, mert ez a belső ív, az jó lehet. Okay, here we go. A stratégiát. 7 per 11. Na most a 6 felhősám az idő. Ugye nem fog esni, főni. Na hát izgi, na hát izgi, 18 kör, az nem kevés. Okay, good parking there, mate. Now we need to make sure we get a great launch as the race starts. Okay, so that's the rest of the grid forming up now. Be patient and watch for those lights. Tök türelmes vagyok, haver. Egy kicsit bealudtam. Jó, el tudtuk hozni a második helyet, az már jó. Most viszont a sprinttel ellentétben meg kéne előzni Leclerc-t.
annyira vigyázok arra, hogy ne menjek bele. Hogy már is mondtam itt az egészet. Lehet, hogy nem kéne elég, vagyis itt elhetetlennek lenni, és örüljünk a második helynek már rögtön. De hát nem bírok a véremmel. Kis fűnyírás beleférni, az kell. Az bizony közel volt. Jézusom, mi történt ott a kocsival? Csókolom a kezét. Furán ugrott egyet. Majdnem megint megpörgettem itt. Na most az a gond, hogy jön Norris. Hagyjad magadat, kis haver. Annak a kanyarnak egyszerűen nem érzem meg a jó tempóját, hogy jó legyen. Azt egyszerűen nem megy. Az utolsó fordító. Hajjaj, hajjaj, hajjaj. Elég egyedien vettük ezt már megint. Meg kellett vennem. Baj, nem vagyunk egy másodpercen belül Leclerc-hez, hogy tudjak DRS-t használni, és így nem lesz jó. Most el is rontottam az 1-es-2-es kanyart, rögtön, úgyhogy még inkább elhúz 1,7-re. Kis fű, nem fű.
Nem bírom elkapni Leclerc-t egyszerűen, esélytelen vagyok. Erre a feladatra sajnos. Ellenben Norris itt van mögöttem már megint DRS távolságban, megint nyitja, megint ránk jön, és megint húzzon a büdös picsát. Na, elnézést kívánok! Ez a gond. Ez a gond, itt most simán el fog menni mellettem. Nyomom, főni! Most megint rám fog jönni. Izgé. Igazán eltakarodhatna ez a narancssárga fes mögülem. Box, 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 box. Büntetőféket neki. Belém jön, megölöm. Gyerünk, fiú! Mi volt az a hang? Fogfúró lett hirtelen az autó, vagy mi az Isten? Norrisé amúgy a leggyorsabb kör, nem csoda, hogy izé küzdöttünk vele. Nagy tempóban van a fiatal titán. Lapiki. Meg Mr. Troll. Ők vannak előttünk, őket kéne megelőzni. Vagy hát ki is takarodhatnak, az is jó, kösz. Nagyon jó, Norris-t Verstappenre cseréltük, gyerekek. Nem tudom, hogy boldogan vagyok-e, vagy sírjak-e, vagy nevessek. A
kis Sumi. Ki kéne menned kereket cserélni, kis Pajti. Nem megy még ki? Ez igen. Azt hogy hoztam össze, ezt nem tudom. De leggyorsabb kör a mi nevünknél. Az igen, baby! Ismét leggyorsabb kör. Az a baj, hogy Leclerc nagyon messze van. 3 másodperc, ez sok. Hiába megyek itt, mint a torpedó. Arról nem beszél, hogy kezdek azon aggódni, hogy szét fogom nyírni a kerekeket, és a végére elfogy. Itt a nagy fastest lepezésben. Nagyon koncentrálásban vagyok, elnézést, kezdek nagyon fáradni, azért az már mégiscsak a 3. futam. A 4. még itt nem tudom, mi lesz velem. Az a baj, hogy most 2,3, hogy most stagnál egy picit.
Ez jó, most hoztunk valamennyit. Még 5 kör? Jesus, ez nagyon sok. Hogy azt érzi az ember, hogy úgy közeledik, meg hogy úgy már lehet cserkész üzemmódba kapcsolni és becserkészni. Aztán rájössz, hogy igazából csak ő még a lassú kanyar közepén van, amikor te beesel volna. Hát most 3 tized ide, 3 tized oda volt. Igazából. Most én kaptam 3 tizedet. Nem fogjuk már utolérni, sajnos. Feladni nem fogom, üldözöm, de sanszos a dolog, hogy ez lassan a gumikopás is elindul csúnyán. Azt se segít, hogyha a fűre rakom az autót. Próbáltam egy kicsit finomabban itt az első kanyarban a fék távon. Hát ha jobban tudunk kigyorsítani. És talán minthogyha. Ezt, bocs, muszáj, nem. Ó, a kanyarba, gratulálok magamnak. Engedjük el azt a vadászatot a vörös Leclerc-re, úgyhogy... Csodálva. Hozzunk be második helyre, milyen a leggyorsabb kör. Hozunk pontokat. Leclerc viszont valószínűleg ezzel olyan előnyre tesz szert, amit nem fogunk tudni behozni. Hát hacsa. Az utolsó versenyen ő nem szerez pontot például, ugye? A
I've got some information on Alonso. Right, they've got a serious car issue. It looks like they're retiring. Alonso kiesik a buliból. Kerékvetőtől féltem, inkább elhúztam. Utolsó kör, hölgyeim és uraim, kezdetét veszi a brazil nagydíjon, ahol Leclerc vezeti a futamot, mi vagyunk a második helyen, Verstappen, Russell és Perez a sorrend, és hát volt itt izgalom, volt itt gyors kör, volt itt némi kocs, de mondhatjuk, hogy egy azért viszonylag sima Ferrari 1-2-vel ér véget nagy valószínűséggel ez a futam. Viszont a világbajnoki cím sorsa még talán nem dőlt el, úgyhogy az utolsó versenyre marad izgalom. Vajon sikerül-e beérnünk csapattársunkat, Leclerc-t, vagy eleve megelőzzük-e egyáltalán Verstappent, vagy hova fogunk beérkezni? Ez lesz a kérdése az utolsó futamnak. Ami nagyon biztos, hogy valószínűleg a Ferrari lesz a legjobb csapat. A konstruktőri világbajnokságot olyan stabilan vezetjük, hogy ilyen stabil maximum a forint szeretne lenni, de nem az. Viszont itt egy második helyen véget is ér ez a futam, az is valami. Közben Hökhorci, köszi szépen a követés. Azért ez is egy jó eredmény, én azt kell mondjam. A csöves hajú Perez lett a Driver of the Day, amit senki nem tudja, hogy miért, de biztos. And after this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. Charles Leclerc, currently leading the championship standings, extends his lead even further with this result. Well, after an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? Ez well, you can't fault anything that Sergio Perez did have on the track today. He drove flawlessly, making him maximum an easy pick. So then, Ferrari have now moved out of sight and hát out of reach. It's another triumph for the Italian team. Konstruktőribe pedig 92 ponttal vezetünk, hát az valószínűleg már meg lesz. Advanciális. Na hát jöjjön az utolsó, egy picit valószínűleg túlórázni fogunk itt a mai nap folyamán. Lehet, hogy túl csúszok. Makes the dream work. Kaptunk egy trófeát, gondolom a konstruktőriért. Akkor nyerhetek, hogyha Leclerc nem nyer, de várjál, 27 pont a távolság. Mennyi jár egy győzelemért? Nem 20... Hány pont jár egy győzelemért? Nem 25? Vagy hogy van? 20? Tehát mindenféleképpen Leclerc nyer, mert hogyha a legjobb esetben is másodikra jövök föl, és egy ponttal fog nyerni. Úgyhogy nem lehet meg. Az igen. Közben a marketing osztályon dráma van. Milyen, hújjaj, introducing new merch or stick with current. Új póló. Thank you. Bocsánat. Ja, Leclerc már nem utolérhető. De a fejlesztések nem állhatnak meg. A fejlesztések sosem állnak meg. Az olyanok, mint ezeket update-elnünk kell. Adaptációs jelleggel. Itt mind a kettőt adaptálni kell? Ez mekkora parasztság amúgy? El is fogyott a... De ez mekkora parasság, ez az adaptációs dolog, de jó, hogy nem megyünk következő évadot. A Driver of the Day azért nem jár még egy pont. Nem. Azért nem jár. Az csak a nap pilótája, hogy kinek mit gondoltál, melyik tetszik a legjobban. Most kérjek le egy motort az utolsóra, biztos, hogy nem. Na, hát végül amúgy 5 millió dollárra hoztuk fel az értékünket, azért az már valami. Azért most meg lehet engem venni, 5 millió dollárja. És akkor ilyen piros overallba fogok streamelni. Viszont Verstappennek nyerhetsz VB-t. Már van egy neki. Elégedjen meg.
Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Bien. Na, itt is vagyok, bocsánatot kérek. Orrfújó szünet volt. Azt mondja, hogy... édes Istenem. Jön az utolsó. Szia, cocanaid! Szerencsére napsütéses történet, éjszakai kvalifikáció, vagy mi? Menő. Jó, üzi. Quick practice. Ez hánykoros móka? Vajon? Nem tudja valaki esetleg fejből? Mármint, hogy nem a valóságban, hanem a játékban hánykör. Itt kell majd teljesítenünk. Egyetlen fejlesztési pontok szerzése történik, megy a pergetés ezerrel. 6 perc maradt, 6 perc maradt, hölgyeim és uraim, 6 perc maradt. Csessze meg, akkor ezt megpróbáljuk. A practice egy után meglássuk? Ja, tényleg. Mi kiírja, igen, a játék. Abu Dhabi, tényleg. 15 kör lesz Abu Dhabiban. Ez is lesz, vagy 15-18. Aha, 15 kör lesz. Hű, jaj. It's a bingo! 20 perces practice. Hát ez hülye. Bukovári. Köbben annyit mondtál volna te is? Na, hogy nyomjátok? Ügyi. Sikerült 25%-ra. Easy. Fúú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 
Legalább széthasználja a játéka. Hát széthasználja a gearboxomat az utolsó etapra. Hát most lekérek újat, az büntetés, ugye? Tehát újat lekérni, az tuti fixen. Én már nem kérek semmit. Maximum egy izé vodka narancsot, gyerekek. Hát kibírja. 5 rajt, hely. Nem éri meg. Mondjuk ha ezen múlik, akkor azért az ember kicsit így fejét veri a falba, az biztos. Jaj, is van. Ezt elbuktad? End. Na lássuk. Lássuk a medvét. Ez az Abu Dhabi? Ez nem a... Valamikor nem első futam volt? Utolsó helyen? Vagy ez nem az? Mi megkeverem valamelyikkel? Na mindegy. De mint a naptárban nem itt lett volna az Abu Dhabi eredet, vagy a múltkor, jó, a tavaly mondjuk. Jó, kvalifikáció, let's go. Bahreinnel keverem, aha, lehetséges. Mindjárt képesztően durva, mi luxus ez az egész ott. Brutális.
Na lássuk, kárbeállítások közül hármas presetet ajánl nekünk a játék, mi pedig elfogadjuk-e ajánlatot. Park meg a Fermi és ki drive autónak, okay, és akkor lássuk a Mudvayt. Az utolsó futamra. Hova sikerül kvalifikálnunk magunkat? Ez itt a kérdés. És senki nincsen érte, gyerekek, nézzétek meg! A mérnökök sehol nincsenek. Hát, az a gearbox lehet, hogy megadja magát. Hányan kérdeztek? Kezdve csak 5 perc kicserélni, csak rajtbüntetés is. Azt meg, hogyha azt nézzük, hogy a Verstappennel kell harcolnom, az nem túl jó. Mikor se jó, ha menet közben meghal, de... Hát nem tudom. Mondjuk jó lenne megtanulni a pályát első körbe. Meg a kriptót hirdetik, undorító. A mocskos kriptó miatt nem lett videókártyám. Hey! Lehet, hogy megérte volna az öt rajtáját. Hát még újra kezdhetjük, megnézzük. Most egyelőre megtanulom a pályát gyorsan. A mocskos kerékvetős anyja. Mármint, miért kell oda rakni, érted, egy patkát? Ez nem is kerékvető, ez egy patka volt. Morcos vagyok egy csöppen. Nekem jött a fal. A téridő görbület. Nekem lökte konkrétan.